A Ghibli egy 30 éve alakult logisztikai vállalkozás, most már tulajdonképpen globálisan is tudunk szolgáltatni. Több mint 100 000 négyzetméteren dolgozunk Magyarországon, több mint 400 munkavállalóval, és a tengeri légi szállítmányozáson túl raktározással, raktárlogisztikával és természetesen közúti szállítmányozással és vámkezeléssel is foglalkozunk. Képesek vagyunk arra, hogy Kínából, Japánból vagy a világ bármelyik részéről az árut elszállítsuk például ide Debrecenbe, a kikötőkön keresztül, vámkezeléssel és mindenféle egyéb tevékenységen együtt, úgyhogy az ügyfélnek csak átadjuk az árut, betesszük arra a helyre, ahol például az a gép dolgozni fog. Számunkra a Business Fest azért fontos, mert mi a legjobb munkahely vagyunk Budapesten, a logisztikán belül, és itt is Debrecen környékén is a legjobb logisztikai munkahely szeretnénk lenni. Ugye Debrecen az elmúlt 3 évben felkerült a világtérképen. A Financial Times-nak az ilyen kategóriában tőkevonzó képességüket megmutató társaságok közül a top 10-ben van 2018 óta Magyarország, és 2024-ben a negyedik helyen van. És ez egy logisztikai szolgáltatás szemmel egy nagyon fontos tényező, hiszen rengeteg gigavállalat érkezik ide, nem csak a BMW, a nagy kínai akkumulátorgyártó vállalatok és az ő kiszolgálójuk, és nekünk ez nagyon fontos, hogy őket megfelelő időben, megfelelő minőségben, a logisztika hétemnek megfelelően ki tudjuk szolgálni. 3. éve vagyunk itt a logisztikai központunkkal, ami egy majd 10 000 négyzetméteres központ a Déli-Ipari Parkban, és ezt a jövőben bővítjük a Szangával együttműködésben egy további 22 000 négyzetméteres raktárral. 2030-ra ez elérheti a 60-80 000 négyzetmétert csak a Ghibli működtetésében, és ugye vannak még versenytársaink, további logisztikai szolgáltatók, akik további növekedéssel számolnak, tehát egy elképesztő növekedés elé néz a város, és reméljük, hogy nincs.